Egyelőre csak a képviselőház fogadta el azt a törvénymódosító javaslatot, amely szerint a járványhelyzetben újra kinyithatnak a piacok, megtarthatók a vásárok. A bizonytalan helyzetet a gazdák és a termelők sínylik meg a legjobban, akik szabadtéri, ideiglenes helyeken vagy egyáltalán nem árusíthatják termékeiket. Nemrég fogadta el a képviselőház azt a törvénymódosító javaslatot, amely az összes, akár zárt, akár nyílt térben működő élelmiszerpiac nyitvatartását engedélyezi a készenléti állapot alatt. Az államelnök azonban azóta sem hirdette ki az erre vonatkozó törvényt. A törvénytervezetet az RMDSZ is támogatta, a korábban megfogalmazott járványkezelési és gazdaságélénkítő programban pedig már hangsúlyozták, hogy a piacok bezárásával komoly csapás éri a hazai őstermelőket, akik nem tudják értékesíteni terményeiket. Kérte a kormányt, hogy vonja vissza az intézkedést. A piacok bezárását alaptalan és elhamarkodott lépésnek tartja az RMDSZ szenátor jelöltje Császár Károly. Sajnos a gazdák isszák meg, a termelők isszák meg a levét, plusz a vásárlók, plusz a viszonteladók, és egyáltalán nem megoldás az a lépés, amit a kormány tett ennek érdekében, hogy az önkormányzatokat bízza meg azzal, hogy ott, ahol zárt terű piacok működnek, ideiglenes megoldásként a szabadtéren, septében kialakított ilyen ideiglenes helyeket állítanak fel. A szenátor jelölt úgy véli, hogy nem a vásárterek és a zárt piacok jelentik a nagy veszélyt a vírus terjedésére, hiszen a nagyáruházak a járványhelyzet kritikus időszakában is nyitva tartottak. Reméli, a kormány mihamarabb belátja tévedését, és újra kinyithatnak a piacok. Egyébként a jogszabály az elnöki kihirdetést követő legtöbb 3 napon belül jelenik meg a hivatalos közlönyben, és azt követően léphet életbe.